Ahogy még Rekrajden vagyok, és folytatjuk a Dark Souls végigjátszásunkat. Az előző epizódban sikeresen befejeztük a DLC-t, és a mai epizódban már csak egy fő ellenség választ el minket attól, hogy megküzdjünk a félelmetes idézőjelek a Gwyn-től. Ugyebár az utolsó játék utolsó bosszától. És ma megcsináljuk mind a kettőt. A mai epizód egy dupla epizód lesz. És mai nap kettő Dark Souls videót fogtok majd látni. És ebben a kettő videóban ugyebár végigvisszük a játékot úgy, ahogy van. Mert szerintem itt az ideje, eljött az ideje. Elértük azt a pillanatot, hogy megérettünk rá. Ó, oké. Ó, gyere. Gyere, tesó. Ott már buffol vagy, veled vigyáznom kell, mert te megölsz engem. Ó, Jézus. Ne. Jó. Egyszerű, ígyunk egy picit még. És akkor most adjunk neki. Semmi baj. Au! Mindenféle baj van. Jézus! Oké, okay, Ryder, ne baszd el. A lényeg az, hogy most fogod és megmondom, hogy kezdte el, jó? Átgúzhatta, nagyszerű. És megölöd, nagyszerű, király. Aztán fussz tovább, mint állat. Tehát tényleg ezt így kell csinálni, srácok, ha itt felfutunk. Legjobb tudom, hogy szerint erre, de igazából mindegy. És akkor ide be. És ezt meghúzok. A többi nem számít, ami van ott össze-vissza, az a többi, az már nem számít. Egyszerűen. Visszajöttek, szétnéztetek, vannak itt mindenféle ládák, lejjebb láthatátok. De ez a fontos, hogy itt fel kell jöjjünk. És itt lesz egy arc, akivel meg kell küzdeni hamarosan. Vele. Jó nagyokat tud ütni. De mi is. Szerencsére. Szerencsére mi is jó nagyokat tudunk ütni. És csak nem tudom az R2-es ugrást megcsinálni valamiért. Próbálj meg a perit. Legyünk bátrak, tele. Ó, igen! Aki mátor, az nyer! Több mint 1000 damage. 1000! Jó, na most... itt érdemes felvenni egy Rare Ring of Sacrifice-t. Ugyanis itt most meg fogunk halni. Azt tuti. Ez egy olyan hely, ahol egyszerűen muszáj meghaljunk, mivel ilyen a játék. És ahogy ennek a gyíknak is muszáj volt meghalnia. Muszáj ezt meg... Nem vettük fel a lelkeinket! Ott lenni. Ah! Mindegy, úgy marad. Úgy marad, most már egész időjünk fent. És íme Seed, the scale lesz. Szia Seed. Screenshot. Nem, csak simán színeset, oké. Okay. Oké, meghaltunk már? Meghaltunk, egyszerű. Meg is lettünk átkozva. Ezért volt fontos az, hogy... felvegyük a Rare Ring of Sacrifice-t, mivel megátkozott Seed minket. És hogyha nem lett volna egy Rare Ring of Sacrifice, akkor most meg lennénk átkozva, rendesen, ugye mivel, hogy ez Rare volt, ezért nem lettünk. És Jézus Isten, oké. Okay. És ha meg lennénk átkozva, a megátkozás Dark Souls-ba azt jelenti, hogy megfeleződik az életünk, ami gáz. Most ettől lényegében megszereztük a cellán kulcsát, ami ide szól. Ezt a bonfire-t, ezt gyújtsuk be. Tehát nagyon-nagyon fontos volt az, hogy... uh,
hogy Ring of Sacrifice használjunk, nem csak simán Ring of Sacrifice vagy ilyesmit. Nem tudom, miért nem ide. Miért akartam ezeket megölni? Mert itt nincs semmi abszolút, kivéve egy Caduceus Calcium. Ugye? Jó, és akkor haladjunk is tovább, ahogy ugye tovább is kell haladni. Átvezető videó, négyzetek talán. Nézzetek talán nem. És kijönnek ezek a csúnya polipsunák. Innen. Ami gond. Ami gond egy picikét. Ezeket meg kell ölni. Jó, egy meghalt. Gyere. Comet mi, bro. Comatus mios, bros. Igazából nem jön. Mert nekik az a céljuk, hogy felmenjenek oda. Nekünk is az lesz a célunk hamarosan. Na most itt bemehetnénk mindenféle ilyen cellákba, de azt rátok hagyom. Hogy derítsétek ki ti magatok, milyen is ez a hely úgy igazából. Ami fontosabb az, hogy ezekkel a polipokkal küzdjünk meg most. Mert ők elég csúnya dolgokat tudnak csinálni, inkább akarom mondani. Viszont dobnak Humanity-t. Humanity-t dobnak, nem is tudtam. Oké. Okay. Így átgondolva azért lett volna jó, hogyha felszedjük a lelkeinket, mert akkor emberi formába tudtunk volna menni, illetve lett volna még egy pár Humanity, de nem számít, nem. Nem világvége, nem csinál belőle nagy ügyet. Nem csinál belőle nagy ügyet egyáltalán. Én ütöttem hamarabb, tehát én nyertem. Tehát én vagyok az erősebb. És azt hiszem, hogy több... De ne, ott vannak még ketten. Bocsánat, hárman. Négyen. Egy, de számolás. Ó, oké. Okay. Ilyen cuccokat köpnek, amit nem is tudom, hogy igazából pont mi, de köpik és vigyázni kell vele, mert hát általában, hogyha ellenséggel köpnek dolgokat, az általában az esetek 99%-ában rossz. Szóval értitek. Gondolom érthető aggódásom indoka. Itt van még ez a két arc. Két arc, bocsánat, két ilyen kis polip. Ezek kicsik. És hogyha meghallgatjuk, akkor hallatszik, ahogy sírnak. Csak most nem fog hallatszani, mivel megy ez a szart fenn. Szóval hadd kapcsoljam ki a fent ezt a kis... Nem is nem mikrofon ez, hanem... játszó készüléket. Készülékszerűséget. Szia, tesó. Get wrecked, bitch. Ez. Oké, okay, csak így. Kerüljük el a castert, jó. Így egy meghalt, nagyszerű, már csak az egy maradt, az már nem lesz egyedül egymagába probléma. Főleg így, hogyha ki tudjuk perizni. Hey, szia! Hey, Macarena! Ügyes voltál! Jár egy kurva egy kibaszott keks. Ezért is. Így. Pont így jár a keks. Ezt húzzuk meg. Hogyha ezt nem húzzuk meg, igazából nem történik semmi probléma. Itt, ezen a helyen. Viszont... Majd később, amikor a boss felé fogunk haladni, akkor ott bizony gáz lesz, hogyha ezt nem húztuk meg. Ugyanis ott lesznek pillangók, ugye, mint a pillangó boss, akivel megküzdöttünk még régebben. Na most hallatszik, hogy sírnak. Mert ezek lányok. Szóval titeket most meg foglak szabadítani a szenvedésetektől. Szóval, hogyha nem csinálunk semmit ezzel a kis lejátszó eszközzel, kaptunk két varázslatot, ugye? Akkor a boss előtti helyen fel fognak ébredni a pillangók, mint a pillangó boss. Itt van Logan, Logan majd ki lehetnéne szabadítani, most ezzel nem fogunk törődni. Az ott bent, ez egy Firekeeper Soul of a Firekeeper, amivel tudnánk növelni a bonfire-ünk erősségét.
Szóval lehet, hogy mégis ki kéne szabadítani Logant. Lehet, hogy mégis ki kéne szabadítani Logant. Most már komolyan arra két bossra elegendő lesz az a... az a szintű... Estus, ami van most. Azt sem tudom milyen igazából. De nem is számít. Nem számít. És akkor most egy feladatunk van. Még ezen a helyen. Ez egy börtön amúgy. Innen nem tudunk kijönni, csak hogyha végig csináljuk azt, amit csináltam. Egy feladatunk van, az, hogy távozzunk. Ilyen egyszerű. A dolog, a cél. És lássuk csak, mennyi íjunk van. Ó, 29. Az még elég lesz mondjuk. Mondjuk a következő dologra, amit kell majd csinálni. Igen. Hagyjunk is tovább. És öljünk meg ilyen arcokat. Vigyázzunk az olyan arcokra, akik mocskos íjakat lőnek ránk. Nyilakat, bocsánat. És ugye vigyázzunk még azokra az arcokra is, akik lesben állnak, csak úgy random, hogy elrontsák a napunkat. Csak az a baj, hogy ahhoz korábban kell felkelni, hogy az én napomat el tudják itt rontani. Gyerekrabló? Nem gyerekrabló, csak... Oké, meghaltál egyszerű. Egyből meghalsz, az fontos. Ez nagyon fontos. Ez a hely kicsit nehéz. Kicsit nehéz tudni, hogy mi hogy működik itt, de... Ne aggódjatok, mert én majd itt végig kalózolok titeket. Ugorj, ügyes voltál. Hajd meg, oké. Szóval. Itt a következőt kell csinálni. Először is ezt elforgatjuk. Így. Hagyjuk, hogy az lövöldözön össze-vissza magának. Hagyjuk, hogy eltalálja a pajzsunkat. Itt fel kell menni. Mert hogyha itt feljöttünk, őt meg kell ölni. Nem. Tehát itt feljövünk. Vigyázunk arra, az arcra. Hát a mögé jövünk, hátba szúrjuk. És már majdnem vége a nehézkes résznek. Vigyázunk azzal az arccal. Ott őt hátba szúrjuk, megint. Úgy. Királyul. Majd innen itt lejövünk. Itt leugrunk. Bátran. Kivédjük, iszunk egyet. Átgurulunk rajta, így. Felkészülünk a támadásra, megöljük. Hogy ne zavarjon minket, mert csak teleportál össze-vissza. Lejövünk ide. Ezt elfordítjuk. Arra nem megyünk, nem is... Ja, ott jöttünk be. Ezt elfordítjuk. Itt lemegyünk. És itt kijövünk. Azzal az íjászat nem törődünk, itt csak egyszerűen lecsúszunk. És próbálunk nem átmenni a falon, vagyis a földön. Jó, nem fogunk, nagyszerű. Ezt itt meghúzzuk. És hogyha ezt meghúztuk, kinyílik ez a titkos ajtó. Itt kijövünk. És itt begyújtjuk ezt a bonfire-t. Na most, hogyha meg akarnánk menteni a Logant, akkor mindenféle dolgokat kell csinálni. Először is meg kellene szerezni egy kulcsot. Várjunk csak. Hát próbáljuk meg, csak úgy poénból. Azt hiszem, hogy valahol itt van a kulcs. Itt lesz amúgy Logan, hogyha megmentjük, akkor Logan itt lesz. Blue Titanite Chunk. Akkor itt van egy mimik. A közelben nem ez az. Ne aggódjatok. Nem fogom véletlenül kinyitni. Ez a set. Ez a gyerek... Nem gyerekrablók. Ezek igazából nem gyerekrablók. Ezek a channelerek. Akik nem gyereket rabolnak, hanem... menők vagyunk. Hanem hölgyeket. Szítnek. Oké. Tehát te hajj meg. Köszönöm. Te voltál a mimik, te hajj meg. És egy enchanted falchiont kapunk tőle. Ide nem kell semmi. Steel armor, steel gauntlet, steel leggings. Most jöttem el, hogy nem csináltam plusz 15-ösre a pajzsomat. Ugye Crystal Ember. A Crystal Embert
oda lehet, sőt, oda kell adni a kovácsnak Anorlandóba. És akkor tudunk majd tőle a kristályfegyvereket csinálni. De most Archive Tower Giant Selki, igaz? Ezzel a kulcssal tudjuk kinyitni. Ne legyél pöcs! Ezzel a kulcssal tudjuk kinyitni Logannek a celláját, amit ki is fogunk. Na csak úgy poénból leginkább. Hogy lássuk, hogy mi a helyzet vele. Na most. Mert egyszerű, sokkal egyszerű. Tehát így elfordítjuk. És akkor itt majd lemegyünk. Ott van egy... átjátok, nem ott... kéne legyen valahol egy láda. Valamelyik polcon, valamelyik könyves polcon. És azon a ládán, abban a ládában van az Evelyn... egy számszeri. Ami... három nyilat lő ki egyszerre. Jó, menjünk akkor, szabadítsuk ki Logant. Igazából még soha... van kemény 300 plusz órám a Dark Souls-ba. És még soha azért, nem szabadítottam ki Logant. Na most nagyon remélem, hogy... Nem, valószínűleg nem fog. Azt akartam mondani, hogy nagyon remélem azt, hogy... amikor én innen homár bónozok, akkor oda fog visszatenni minket a játék, ahol másodjára bejutottuk a bonfire, de nem oda fog minket visszatenni, szóval... Szóval itt kiszabadítom Logant, nem fog vele beszélgetni, mert igazából nincs miért, szerintem nincs miért, mondd ezt azt, és miután kiszabadítottam, Logan. Szia. Oké, szóval nem is mondott olyan sok mindent. Annyit mondott, hogy elmegy majd a könyvtárba, mondjuk úgy, fejlőképpen, szóval. És ott tanulmányoz majd dolgokat, hogyha talál valami miatt, akkor megosztja velünk persze jó pénzért. Oké. Na most vágunk egyet, és akkor a második bonfire-nél, amit ma megszereztünk, ott találkozunk. És itt is vagyunk. Visszajött emberi alakba, hát hogyha gondoltam én, hogy hát, hogyha meg tudunk valakit idézni, sajnos nem. De ez nem probléma. Van rajtunk két humanity, két soft humanity, ami kelleni is fog majd a bossra, ugyanis még mindig tud átkozni. Amúgy itt van, itt lesz Logan. Szia, Logan. Tudunk tőle vásárolni mindenféle szép varázslatokat, de nekünk nem kellenek, szóval. Mi nem vagyunk varázslók. Szóval igen, emberileg bejöttem vissza. Gondoltam, hát hogyha meg tudunk idézni valakit, illetve majd fasza képeket tudunk csinálni az átvezető videóról. Itt van egy arc. Pont nem sikerült megölni, semmi baj. Nem megy a stopperem. Miért nem megy a stopperem? Kérte tőle a stopperemet. A stopper ez nem olyan dolog, amit leszoktak állítani. Nem szabad állítani a stoppert soha az életben. A legjobb módszer erre a területre az, hogy átfutunk rajta, mint állat. Én egy ideje mindig átfutok rajta, és mindenkinek ezt tudom ajánlani. Idegesítő kristálygólemek. Egyszerűen itt fussunk lefelé, ugye a fény felé, vagy felfelé futottunk, aztán pedig majd így. És kész. És akkor itt meg is van oldva a dolog. Lesz még itt egy kristálygólem. Vele is ugyanezt tudom tanácsolni mindenkinek. Kerüljük ki. Úgy. És akkor haladjunk tovább. Nem fog üldözni, egy idő után nem fog üldözni minket. Itt tovább lehet menni. Igen, ez Magic, és itt lesz egy Humanity. Na, ezekről a pillangokról beszéltem, tehát hogyha azt a kis lejátszót bekapcsolva hagyjuk, akkor ezek a pillangók
aktívak lesznek, és támadni fognak minket. Persze így is aktiválódni fognak, hogyha megzavarjuk őket. Na most ezeket kell követni, egyenesen kell menni mindig. Ez egy elég nehéz rész a játéknak. De elég nehéz kés. És itt van még ez az arc. Ő se tartozik a kedvenc arcaim közé, leginkább azért, mert elállja az utat. Tovább itt kell haladni. Itt van egy csomó-csomó gyík, akit meg kéne ölni, még mielőtt elmennek a picsába. Oké, egyet sikerült megöljünk. És itt van a gólem, hát nagyszerű, szia. Szia, kedves gólem, van időd imádni a napot? Hogyha megrúlak, akkor az baj lesz. Oké, nem annyira. Nagyszerű. A gólem elesett vala. Megint tovább itt egyenesen. Hogyha online játszunk, akkor ugye tudjuk követni az írásokat, amiket az emberek tettek. Here, tessék. Legyen egy pluszod neked is. Neked nem tudok, tudlak. Oké, király. Jó. Na, majdnem vége a pályának. Majdnem itt vagyunk a bossnál. Még meg kell ölni egy pár ellenséget. Persze ezeken az ellenségeken át lehetne futni, de jobban szeretem őket megölni. Mert sokkal kevesebb. Ó, ketten jöttök, komolyan. Jó, oké, csak te jössz. Kevesebb gondol velük sokkal, hogyha egyesével öljük meg őket. Ki lehetne őket cselezni, de lehet, hogy bejönnek ők is a bosshoz, és az úgy nem poén. Ügyes voltál. Jár a kurva, hogy kibaszott keksz. Oké. Dobtál valamit? Nem, semmi baj. Semmi baj. Ott már világít messze-messze, a messzi távolban. A kristály. Ahol ne gyertek mind a ketten. A picsába. Ez bajos lesz. Ahol nem akarja sztánokolni tőle titeket. Akkor nem annyira. Jó, király. Dobtatok valami Twinkle Titanet, a Twinkle Titanetot dobnak, és Purging Stone-t. A Purging Stone-nal el tudjuk szedni magunkról az átkot. Itt is van még egy lesben. Lesben áll egy cápa. Au. Kicsit fájt. Te erősebb vagy, mint a többiek. Neked három ütés kell. És egy Twinkle Titanet-ot. Titanite-ot. Titanite-ot dobtál. Mert csak te maradtál? Király. Akkor gyere. Szia, traktor. Ne ketten vagytok. Hogyha az egyik ötök jön, az bőven elég nekem. Higgyétek el. Nem hiszitek el, mi? Nekem egy bőven elég kettőtök közül. Oké. Nagyszerű. Mind a ketten meghaltatok. Egyre Purging Stone, ahogy mondtam. És Twinkle Titanite. Jól van, akkor bossra fel. Hölgyeim és uraim. Elég sokan meghaltak már itt. Ezek mind emberek, akik itt ténylegesen meghaltak. Nézzetek! Egy ripmi. Istenem. Ó! Oké, ezt nem akartam, de muszáj volt kikapcsolni, mert másképp összetört volna a dolog. Na most a boss nem tudjuk megsebezni, amíg ezt a kristályt tönkre nem tesszük. Szóval a kristályt tönkre kell tenni, első lépés. Második lépés. Ide kell jönni a bosshoz, és ütni kell, mint állat. Mert itt nem igazán tud minket eltalálni. Van egy pár támadás, amivel el tud, de annyira nem fontos. Itt hamar meg leszünk átkozva. Ami pedig nem lesz poén, Jézus. Rip me így áll, please. Rip me, please. Kevés az átok ellen állásunk. Ne, Seed, ne. Seed, nem akarod ezt csinálni.
velem. Igen, ő Sith Scale lesz. Neki is már egy fasz a kis története. Purging Stone, faszomnak kell a Purging Stone. Gyere még Sith, gyere. Gyere Sith, gyere, még gyere. Ó, remek. Gyerünk Sith, hallj meg, kérlek Sith. Sith, please. Sith, get wrecked. Oké. Győztünk. Sith meghalt. Hölgyeim és uraim, sikerült. Egyőztük Sith-et. És ez azt jelenti, hogy már csak egy boss maradt a játékból. Mindenkit megöltünk. Mindenkit sikeresen megöltünk. És ez azt jelenti, hogy hamarosan, látok nektek pár óra múlva, nekem most azonnal végigvisszük a játékot, és befejeződik Ripmi kalandja. Ami a felnőtt sajnban fog történni. Igen. Remélem tetszett a mai videó, mai első videó, ha igen. Akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, valamint esetleg kommenteljetek is, mert ugyebár sokat segít és jól is esik. Valamint ha jöjjetek a csatornán, akkor én azt ajánlom, hogy iratkozzatok fel, hiszen még folytatni fogjuk azért a sorozatot. Rider voltam, hamarosan találkozunk, de addig is játsz tovább!